A következő előadó, azt hiszem, ilyen még nem volt tett színpadon, szövőnő. Valicek Ildikó, az ő előadásának címe, hogy lehet egy léptékkel több, és ennek értelmét az előadás során meg fogjátok érteni. Ugye gondolom mindenki elolvasta a prospektust az elejétől a végéig, tehát azt nem kell elmondanom. Tehát ő szövőnő, formatervező, dizájner, és nekem azt tetszik az előadásában, hogy pont amit én meséltem az IDEO-ról, hogy játék során tudunk újabb és újabb ötletekkel menni előre, és változtatni, és újabb kihívást találni, és még jobbat csinálni. Tulajdonképpen ő azt csinálta meg, és úgy csinálta meg, mint ahogy a nagy design cégek előadásaiból meg lehet tanulni, hogy hogyan kéne mindenkinek csinálni. Én szerintem ő ezt nem hallotta, ezt az előadást, de mégis ezt meg tudta csinálni. Szóval ő szerintem játszott folyamatosan, ő kitartóan játszott az eszközeivel, folyamatosan változtatott, és így tudott létrehozni egy elemes térelválasztót, amit most be fog mutatni nektek. Szóval Valicek Ildikó. Én a főiskolán szövőszakon tanulok, és már a középiskolában is a szövéssel foglalkoztam. Itt a művészeti középiskolában volt egy feladatunk. A vonalnégyzet körpöty témára kellett mintát, illetve felületet terveznünk. És egyébként ez a feladatsor visszatért a főiskolán is. Most már egy másfél éve vezetek egy blogot, Daily Spot néven, tehát napi pötty, aminek a lényege, hogy naponta felkerül egy pöttyös mintám vagy felületem, és most már 170 darab pöttynél tartok. Mindegyik más-más, attól függően, hogy aznap milyen hangulatom volt, milyen technikát találtam ki, ahhoz milyen anyagokat, milyen színeket választottam. Ez az egyik kedvenc sorozatom, ahol fogpiszkáló pálcigákat fektettem le egy lapra, leragasztottam, majd az egészre került egy vékonyabb bírólap, ezt lefestettem, és ezen a bordázott felületen kisatíroztam a pöttyöket. Ennek a sorozatnak a folytatásaként lecseréltem a fogpiszkáló pálcikákat hurkapálcára, és ezen a sokkal mélyebb bordázaton egy drasztikusabb hatást tudtam elérni. Majd addig kísérleteztem, amíg rá nem jöttem arra, hogyha ezeket a pöttyöket kivágom, akkor látszódnak alatta a pálcák, és egy még izgalmasabb hatást ad. Ahhoz, hogy napi szinten foglalkozzam a pöttyökkel, igazából óriási kitartásra volt szükségem. És szerintem ez az, amire a szövésben is szükség van. Mert órákig kell egy helyben ülni, monoton dolgozni. Nagyon szeretem összeválogatni az anyagokat, és abból felületet vagy tárgyat készíteni. És szerintem ezért nagyon fontos, hogy jól válasszuk ki azt az anyagot, mert teljesen meg tudja határozni, hogy milyen funkcióra szánom a tárgyat. És az is fontos, hogy ebből az anyagból hányféle úton tudok elindulni, mert nem biztos, hogy az első lesz a jó megoldás. De a tervezés az ilyen, hogy sok-sok ötletből, variációból, esetleg zsákutcából megszületik a tárgy. Szőni nem csak fonalból lehet, hanem akár műanyag lemezből is. Itt egy habosított PVC nevű lemezből készítettem ékszerkollekciót, de valahogy még az anyag nem találta a formát. Ezért elkezdtem felnagyítani a léptéket, ezzel együtt növelve az anyagvastagságot is, és ez a szövött anyagra emlékeztető hullámzó felület elkezdett élni. Sokkal izgalmasabbá és kézzelfoghatóbbá vált a léptéknöveléstől. De hogy hogyan is készül ez az anyagkísérlet? Egy sík műanyaglapot kell elképzelnünk, amit én snitzerrel bevágok csíkokra, és ezek között a csíkok között áthúzom a pálcákat. Ez lényegében egy olyan rendszer, mint a szövés, mert a szövésben is vannak függőleges szálak, és vannak vízszintes szálak, és ugye ezek kereszteződéséből létrejön a szövet. Viszont ha most kihúznám ezeket a pálcákat, akkor ugye visszaterülne az anyag a síkba. De én azt szerettem volna, hogyha ezek a hullámok benne maradnak a felületében, viszont a pálcák nélkül. És itt gondoltam arra, hogyha melegítem a műanyagot, akkor ugye felvenné ezt a formát.
Először a sütőbe helyeztem a lapokat, viszont ahogy láthatjátok, akkor ilyen sült lemezeket kaptam, aminél szétszakadtak a csíkok, a vékonyabbak felpöndörödtek, tehát alkalmatlan volt. Ezért tovább kutattam, és a hajszárító volt az, aminél már adott felületet tudtam fókuszálni, szabályozni, hogy milyen közel tartom, mennyire melegítem a felületét. És hát felmerül ugye a kérdés, hogy milyen tárgy is fog készülni, hogyha nem ékszer. Két dologból indultam ki. Egyrészt foglalkoztatott a kistér problémája, hogy ugyan én szerencsés vagyok, hogy kertes házban nőttem fel, de most egy 40 négyzetméteres albérletben lakom, két lakótársammal. Másrészt zavart, hogy ugyanazzal a bútordarabbal találkozom otthon, az ismerősöknél, de még a főiskolán is. És valahogy ezekre a problémákra szerettem volna azzal megoldást találni, hogy egy olyan mobil rendszerű térrel választott tervezek, aminél mi magunk döntjük el, hogy hány darabra van szükségünk, milyen színben, hogy ténylegesen leválasztjuk a tereket, vagy csak mint egy plasztika használnánk. Elkészültek ezek a körülbelül jegyzett füzet méretű anyagkísérleteim, és azt is elhatároztam, ugye, hogy egy mobil térrel választott szeretnék, de el kellett kezdenem azzal játszani, hogy ezt hogyan is teszem építhetővé. Először azzal kísérleteztem, hogy köteleket húztam át a bevágások között, kipróbáltam a patentolást, a mágnest, de valahogy egyik sem volt az igazi, mert mindegyiknél plusz anyagot használtam volna. És én szerettem volna a forma egyszerűségét megőrizni, ezért itt gondoltam a legózásra, mert ugye a legónál minden esetben kombinálhatók egymással az építőelemek. És ezen az elven még tovább növelve a léptéket, egyszerűsítve a formát, a hullámok egymásba pattanását használtam. Ebből a hatalmas 2,5x3,5 méter hosszú habosított PVC lemezből készültek a végleges térelválasztó elemeim, amiket egyesével vágtam ki, 25x40 centis darabokról van szó. Ezek már megfelelő méretűek voltak ahhoz, hogy elkezdhessem az építést. Így néz ki egy végleges elemem, aminek a készítésénél teljesen egyszerű otthon fellelhető eszközöket használtam, a partrist, illetve az ágykeret csövét szőttem az anyagba, és ezt melegítettem hajszárítóval. Viszont azzal a problémával szembesültem, hogy egy sokkal merevebb, egy sokkal vastagabb anyagom volt, ezért a bevágások végébe került egy kis furat, ezzel elvezetve a feszültséget, és így nem tudott tovább repedni. Mindegyik elemem teljesen egyforma, és ha belegondolunk, hogy a paneltömbökben is a lakások alapterülete, elosztása teljesen megegyezik, itt is teljesen egyforma elemek, viszont számtalan variációban rakhatók össze. Teljesen egyszerűen szét tudjuk pattintani az elemeket, és attól függően, hogy mit szeretnénk kirakni, elkezdhetjük az építést. Igazából, hogy hány ponton érintkeznek, az attól függ, hogy melyik élére állítjuk az elemeket. És összepattannak a hullámok, és ezzel egy stabil kapcsolatot hoznak létre. Ha pedig újra szeretnénk rendezni, egyszerűen csak szétpattintjuk őket, és már újra is rendezhető. De akár ilyen különálló oszlopokba is rendezhetjük, de ezeket ellenkező irányba forgatva egy hullámzóbb felületet is kirakhatunk, sőt, akár ilyen kerítésszerűen is felépíthetjük, de akár ilyen plasztikusabb, polcszerűbb variációban is kirakhatjuk. Ezt lefektetve pedig mint egy szegély is funkcionálhat. Ha pedig nincs rá szükségünk, egyszerűen csak összepattintjuk, így könnyen szállíthatóvá és tárolhatóvá válnak. Nagyobb felületen már játszhatunk azzal, hogy a színekkel mintát rakunk ki, de akár üzenetet is hagyhatunk. Itt pedig már mint egy folyosó is épülhet. Foglalkoztattak a ma divatos loftirodák, ahol ugye sokan dolgoznak együtt egy légtérben. Igazából a rendszer előnye, hogy nem függ se az anyagtól, se a mérettől, mert egy teljesen más típusú anyagból egy teljesen más léptékben is tudna működni. Mert ha most eljátszunk azzal a teljesen egyszerű gondolattal, hogy tovább növelem a léptéket, mondjuk egészen másfél méteres elemekig, akkor akár köztereket is határolhatna. De ha lecsökkentem mondjuk 5x3-as kicsi elemekre, akkor használhatnám gyerekjátékként is. A mi szakmánkban azt szokták mondani, hogy a papír mindent elbír.
Ez alatt azt értem, hogy amíg rajzolunk, vázlatolunk, addig igazából bármi tud működni. De nálunk előny, hogy rögtön a tervezés elején elkezdünk az anyagokban gondolkodni, és addig kell kísérleteznünk, kipróbálni kicsibe, átvinni nagyba, amíg meg nem találjuk a megfelelőt. Köszönöm. Én is tudnám építeni? Igen. Csak ne nyúljak hozzá. Azt mesélted el, hogy elkezdtél játszani valamivel, egy ékszerrel, majd ebből lett egy elemes térrel választó. Mikor volt az a játék folyamán, amikor egyszer csak rájöttél, hogy ez nem ékszer, hanem térrel választó, ami nem ugyanaz? Tehát, hogy vagy ez egy ékszer, vagy nem. Jó, vicceltem, de hogy tényleg, tehát, hogy komolyan, tehát, hogy mi történt? Egyszer csak rájöttél, hogy ezt nehéz lesz fölvenni már? Igazából, amikor ez az ékszer elkészült, akkor én már ezt a technikát nagyon megszerettem, valahogy még az ékszert viszont annyira nem. És elkezdtem ugye nagyítani, ez adta magát, és akkor már így kialakult, hogy igen, ez, ennek adni kell egy új funkciót, mert a lépték megkívánja. Te akkor majdnem olyan vagy, mint a hackerek. Mi a következő? Tehát, hogy eddig ugye a játék volt, csináltad az alkotás öröméért, most ez itt van vége, mert elérted, és ez volt a kihívás, vagy mész tovább? Hát lehetne belőle tovább, igen, nagyon sok úton, de most egyelőre itt telt meg. Jó, akkor én kívánok hosszú utat, vagy rövidet. Köszönöm.